miniszterelnök úr mondta most a bécsi találkozón, hogy náluk olyan a helyzet, hogy egy hivatalnok, egy nap, egy bevándorlóval tud foglalkozni. Fogják el vizsgálni, és hogyha igen, mely hatóságok a Soros György által támogatott szervezetek tevékenységét? Ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke vetette fel ezt. Azok a képviselő társadalmat, akik a Nemzetbiztonsági Bizottságban dolgoznak, azok nyilván többet tudnak. Én a hírszerzést felügyelő miniszterként úgy gondolom, hogy mérlegelni kell azt a kormányzatnak objektív információk alapján, nem érzelmek, benyomások, meggyőződések, hanem objektív információk alapján kell mérlegelni azt, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e Soros György magyarországi tevékenysége. Ez egy mérlegelendő kérdés. Felajánlottam már több alkalommal a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, hogy mi szívesen mutatjuk be, hogy bizonyos érdekcsoportok és érdekkörök azok hogyan befolyásolták környező országok életét, napi életét és döntéshozatali mechanizmusát. Ezt az információs hivatal kell a lakossággal